Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok, innen a stúdióból Köves Lomóval együtt köszöntjük Önöket, Rózsa Péter vagyok. Most valahogy az elmúlt 30 évről mindenféleképpen beszélni fogunk ebben a szűk egy órában, mert ebben az évben most már jó 30 év, hogy megalakult a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. Hosszú története van, volt egy intenzív korszak, aztán volt egy csendesebb, vagy van egy csendesebb korszaka, de ez jó alkalom arra, hogy egy picit nagyító alá vegyük a közéletnek azt a részét, ahol a Magyarországon élő és a magyar zsidóságnak szerepe lett újra, vagy nem, vagy szerepe van újra, és milyen szerepe. Itt van velünk a mai vendégünk, Korányi László, aki alapítója a mazsikének, és elnöke is volt. Laci, szervusz, köszöntünk. Ő ugye 4 évig, szervusz, vagy meddig volt a négy évig elnöke volt. Tehát már is hozzáteszem, hogy egy másik és egy nemzetközi zsidószervezetnek is az magyarországi filiáljának az elnöke voltál, ez pedig a Nine Brit, ami még a 800-as években alakult a New Yorkban annak idején, az amerikai zsidóságnak volt egy nagyon fontos, milyen szervezete, majd elmondod, ami aztán a 90-es években Magyarországon is megjelent, és aztán betöltött valamilyen szerepet, úgy tudom, 94-től már nincs hivatalos irodája. Vagy van? Van, létezik. Jó, akkor rossz információ volt. Épp ideje, hogy átadjam a szót nektek, mert mindent jobban tudtok. Működget. Jeles közéleti személyiségek vettek részt annak idején a mazsike megalakításában. Ez ugye 85 novembere, 89 februárja. 89 november. November a hivatalos, és aztán úgy 89 februárját elég intenzíven hallunk róla, és emlékszem a rendezvényekre. A Garai utcában egykori zsinagógában volt az irodája. Ez egy zsidó civil szervezet, ez nem egy vallásos betagozódó szervezet volt, egy független zsidó szervezet volt, zsidó-magyar szervezet volt, Jancsó Miklós az alapítók között, stb. Kinek az ötlete volt? Hát tulajdonképpen ez a dolog azért úgy érett, tehát hogy ezek sohase úgy jönnek létre, hogy egyszer csak a semmiből valaki kitalálja, és akkor van egy remek ötlet, és akkor na jó, de illegális korszaka nem volt előtte, hogy a Kádár-rendszerben bujkáló zsidók alakítottak meg, vagy igen? Valamennyire igen, egyébként, tehát volt a Kádár-rendszerben is egy kis zsidó underground, tehát volt néhány ilyen lakás szeminárium, lakás, repülő egyetemszerű dolog. Rajtamásnak volt, mondjuk az inkább ilyen vallásorientált. Meg is kaptam magáit annak idején, szegény. Igen. Klubja volt Lovász László, nem az akadémikus. Lászlóban nem is vagyok biztos. Neki volt egy ilyen elég titkosan kezelt. László az a fia, igen. Nekem sem jut eszembe, hogy mi a papa neve. Mindegy, szóval az ő lakásán is volt, és több ilyen lakás repülő egyetem volt, és hát a Gadó György, a Gadó Jánosnak a papája pedig indított egy zsidó szamizdatot. Lovász Ferencnek hívták. Lovász Ferenc, igen. Egy zsidó szamizdatot, magyar zsidó néven, és az egy nagyon nívós újság, vagy hát folyóirat volt, néhány számmal jelent meg, és mondjuk együtt terjesztették a beszélővel, tehát, mert ő úgy kapcsolódott is a beszélőkörét, tehát volt zsidó underground. Akkor, amit én viccnek hittem, az egy komoly dolog. Nem, ez egyáltalán nem vicc, és hát tulajdonképpen ebből is nőtt ki, meg abból, ami azért szintén elindult már a 80-as években, hogy volt egy ilyen zsidó magunkra ébredési folyamat. De Laci, jellemzően ez milyen korosztály volt? Ez mondjuk az akkori 30-as, 40-es korosztály volt. Közvetlen háború után, vagy háború végén születettek. Hát nagyjából. Igen. Bocsánat, ez azért fontos csak szerintem, mert ennek a korosztálynak alapélménye családilag, hogy többnyire hallgat mindenki a zsidó múltról, többnyire asszimilálódik, és nem is használja ezt a kifejezést, inkább nem is vesz tudomást a zsidó származásáról, tehát akkor mégiscsak fölé. Igen, és ugye azért akkoriban megindult néhány szociológiai kutatás, Kovács András már akkor kezdte, de többen Erős Ferenc, akkor
szép irodalmi művek is megjelentek, tehát hogy az egész ez azért úgy elkezdett kicsit a napvilágra jönni, és hát nagyon sokaknak volt meg az az élménye, hogy esetleg tudta magáról, hogy zsidó, de mondjuk nem tudta a másikról, hogy az, és akkor egyszer csak ezek úgy kiderültek iskolába, hogy egy társaságba, milyen sokan vannak hasonló háttérrel, és akkor az aktívabbak pedig eljárkáltak ilyen helyekre, ez egy nagyon kis része volt persze az egésznek, de volt mindenképpen egy ilyen magára ébredési folyamat. És ugye ennek a magára ébredési folyamatnak az egy fontos része volt, hogy ezek az emberek a valláshoz, különösen annak a Magyarországon megélhető formáihoz úgy érezték, hogy semmi közük. Ez alól mondjuk egy kivétel volt a Schreibernek a péntek. Ez is inkább egy közösségi élmény volt. Közösségi élmény volt, de mégis az kötődött egy zsinagógához, meg egy vallási eseményhez, a péntek esti kidusokhoz, ami mondjuk egy kivétel volt, de hát itt nagy az ő személyisége volt ebben a meghatározó. Tehát, hogy nagyon távol érezték magukat a vallástól, mindenféle szempontból, nem a feltétlenül azért, mert a miokot nem szerették, hanem az egész nagyon távoli volt. És kerestek valami formát. Tehát, hogy ez már igazából a Mazsike megalakulása előtt is egy létező jelenség volt. És azért, szerintem azért robbant be ennyire dinamikusan a Mazsike a magyarországi zsidó közéletbe, mert hogy egy abszolút létező igényt és hiányt elégített ki. Tehát, hogy nagyon sokan voltak, akik azt mondták, igen, ez kell nekem, mert én szeretnék valamilyen módon azonosulni a zsidó múltammal, a családommal, a gyökerekkel, azokkal az élményekkel, amik azért már érték az embert, mondom így a 80-as években, de hol? És akkor egyszer csak ezt a Mazsike remekül. Mert akkor ez egy olyan híd. Megfogalmazta, kielégítette. Hát nem, én nem nevezem hídnak, mert ugye a híd az valahonnan valahová vezet. Nem, tehát az abban az értelemben, összeköt két pontot. Abban az értelemben gondoltam a hídat, hogy a saját sorsomról is tudva, mondjuk az ember hogy magára ébred egy picit is, és szeretné. Az első lépéseket még nem megtenni. Az első lépéseket nem tudom megtenni, mert nem merek bemenni akkor még egy zsinagógába, azt sem tudom, hogy mi fánterem ott. De Laci úgy gondolja, hogy ennek nem kellett elvezetni a zsinagógába, ez önmagában volt. Igen, tehát azoknak az embereknek szerintem 95%-a nem úgy élte meg, hogy na majd ez akkor... Valahova elvezet. Ez valahova elvezet. Nem, hagyd kérdezzek valamit, és szerintem belementünk, és Laci, nem tudom, hogy ezt a műsort hallgatta, de már, de itt igyekszünk... Már hallgattam, nem sokszor, de már hallgattam. Igyekszünk minél személyesebb szálakat is megpendíteni. Hogyha megengedett, hogy megkérdezzem, és akkor még mielőtt válaszolnál a kérdés, egy kicsit hagyj helyezem kontextusba. A kérdésem az lesz, hogy neked személyesen az, hogy ebben részt vettél, az valamilyen módon egy ilyen tabusításból való hirtelen ébredés volt már családilag, vagy a te családi hátteredben volt valami fajta tradíció? És elmondom, hogy ezt miért kérdezem, azért, mert... Hát amikor... tudod a választ, azért kérdezem. Nem tudom. De hogy amikor azon gondolkoztunk, hogy most nagyon sok műsor volt, ami ugye a holokausztal volt kapcsolatos, és azon gondolkoztunk, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk most erről az időszakról is, akkor, és azért választottuk a Mazsikét, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amikor arról beszélünk, hogy ma milyen a zsidó identitás. Ha megnézzük a legutolsó Kovács Andrásféle kutatást, akkor azt látjuk, hogy az egyik legnagyobb változás az elmúlt 20 évben, a 98-as és a 2018-as kutatási eredmények között, hogy még 2018-ban az aktív zsidóknak a 70%-a olyan volt, vagy 98-ban az aktív zsidók 70%-a olyan volt, akinek a szülei aktívabb volt, mint ő. Ma a 70% olyan, akinek a szülei kevésbé voltak aktívak, és engem az érdekel, hogy ez neked empirikusan is, a saját családodban is, meg ebben a közegben is igazolódik-e, hogy akkor is volt egy olyan egyszer csak a tabusításból feltörő valami, mint ahogy én is emlékszem erre, mondjuk én pont a mondjuk egy nemzedékkel talán, vagy majdnem egy nemzedékkel vagyok fiatalabb, és amikor én a Radnótiba kezdtem járni 89-ben, 5. általános iskolába, és előtte nálunk otthon ez, hogy a szüleim zsidók, ez egyáltalán tudtam, de semmi nem volt téma, és meglepett, hogy a 35 fős osztályban egyszer csak elkezdtek a gyerekek arról beszélni, én is zsidó vagyok, és kiderült az osztályfele zsidó. És ez
úgy érdekelnek a szociológiai, meg az, ahogy te ezt megélted. Nem véletlen, hogy ez 89. Igen. Szerintem. Igen. Hát mondjuk az én családtörténetem az ilyen szempontból más. Nem tudom, hogy mi a más? Mi a norma? Jó, akkor mondom. Mondd el, hogy mi az? Ja, erről sokszor beszélgettünk egyébként. Nem, uh-huh. Lehet, hogy nem direktbe veled, hanem Baruchal. Na, szóval, tehát én egy mondjuk rabbi családból származom, ortodox rabbi családból, tehát az én nagyapám, Grossberg Jenő, ő az egyik utolsó Magyarországon tanult és működő ortodox rabbi volt, és hát az egész családjába, tehát az anyai ágon nagyon sok rabbi és híres. Ez az anyukádnak az apukája? Igen. És akkor a Grossberg, nem jut eszembe a neve, aki Pnébarákban, az aki a naptár. Tényleg? Bátya. Ezt nem is tudtam. Nekem kimaradt az ismeretség. Szerintem erről beszéltünk. Igen, akkor én öregszem. Slomo, öregszel is felejtesz? Na hát. Én ezt tudtam. Tehát a Grossberg Slomo, hát szegény, nem élő sem, de ő a nagybátyám volt. Uh-huh. Na, szóval, tehát... Akkor itt nem nagyon és én nekem azért... Azért tabusításról nem volt szó a teljesen. Tabusításról nem volt szó, és mondjuk nekem azért bár sose nagyapám nagy szívfájdalmára én sose követtem ezt a vallásos életmódot, de hát azért nagyon sok mindent tudtam. Na, arra úgy, te mennyire, ő már hány éves volt, amikor, vagy te hány éves volt, amikor ő meghalt? Amikor meghalt, akkor én 26 éves voltam, tehát... Abszolút tudatos lény. Ő nevelt engem, uh-huh. és mondjuk utólag sajnálom, hogy nem használtam ezt ki jobban, uh-huh. de mindegy. Szóval de azért úgy gyakorlatilag én úgy mindent tudtam, meg tudok, ami így egy magyarországi ortodox irányzatban, ugye ez a Oberlander irányzat, nem a Baruch, hanem a felvidéki ortodox irányzat. És ugyanakkor a barátaim körébe meg abszolút azt éltem meg, amit te is elmondtál. Tehát egyrészt így Slomo minden kiderült, így a gimnáziumi osztályban, hogy az ember... Hova jártál? Én a Móriczba jártam, uh-huh. Az ember eszméje az akkor nyílik meg ezekre a dolgokra, csak egy kicsit úgy én voltam ott is az, akitől lehetett kérdezni. Tehát mondjuk én voltam az... Te volt az osztály rabbia? Hát, pont ezt akartam, kicsit, mint az osztály rabbia, mert hogy én azért úgy sok mindent tudtam ebből. De hogyha eltávolodtál ettől a dologtól, akkor mi volt az, ami nem vallás értelemben, de identitás, meg közösségi élmény értelemben mégiscsak hát ödökötött. Abszolút, tehát így identitás értelmében soha nem távolodtam el, tehát én nekem ez mindig is egy fontos dolog volt. Úgyhogy nagyon megéltem én a saját barátaim, meg a későbbi egyetemeken szerzett barátok révén ezt az érzést, és hát tulajdonképpen én ezért is kezdtem el a Mazsikébe dolgozni, és ezért, de két dolog volt, tehát ez a személyes oldala, a másik az meg inkább egy ilyen, hogy mondjam, idézőjelben politikai, taktikai tapasztalat, mert amikor engem megkerestek, ugye két fontos alapítója a Mazsikének, a Deák Gábor meg a Rózsa T. Endre, akkor emlékszem, a mi lakásunk teraszán beszélgettünk arról, hogy na, hogy lehet egy ilyen szervezetet megalapítani, és akkor hát én azért tudtam egy kicsit többet, mert én így az alapítója voltam a TDDS-nek, ami a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, az első ilyen alternatív szervezet volt, néhány hónappal, vagy egy fél évvel. De a Mazsika is az első 50-ben volt, nem? Még talán kevesebben is, igen. Tehát az nagyon az első között volt. És akkor így elmeséltem, hogy na hát akkor hogy lehet egy ilyet... Tehát ez a mozgalmi izgalom már akkor megfogni. De várjál, de ezt jogi értelemben kellett a te know-how-d, vagy a közösség szervezés értelmében? Inkább a közösség szervezés értelmében. Hát ugye azért akkor abba voltunk még, tehát ma ezt már nehéz pontosan elképzelni, de hát ugye abba élt az ember, hogy na ilyeneket nem lehet csinálni. És akkor hát kiderült, hogy persze lehet, na de jó,
lehet, de hogyan kell. Uh-huh. Tehát az egy másik dolog, hogy úgy tűnik, hogy meg lehet csinálni, de nem volt azért az se teljesen egyértelmű, mint hogy a TDDS-nél se volt egyértelmű, még a Mazsikénél se, tehát 88-ban még azért ez nem volt egy triviális dolog, hogy egy ilyen független szervezetet lehet. Nagyon közben... említetted a 88-at, egy pillanatra itt álljunk is meg. Kaptatok-e olyan jelzést, hogy a rendszer erről tudomást szerzett, és nem szeretné? Kaptatok-e figyelmeztetést, hogy nem kéne pattogni? Vagy inkább a riadalom és a bizonytalanság jellemezte már az akkori hatalomgyakorlókat, hogy ebben nem szólnak bele? Hát nyilván, ugye egyrészt nem láttunk bele, néhány emberrel, ugye akkor azért a Hazafias Népfront, Posgai, stb. Azért az egy olyan... Hogyne, hát ott már nagyon aktív... Egy kicsit védőernyőszerű dolog volt, aminél tudtuk, hogy valamiféle támogatást lehet igen, nyerni. Akkor már Posgainak ereje volt, igen. Ott volt a lakitelek, a mozgalom a hátam mögött, és ő pontosan tudta, mire készül a Hazafias Népfront, illetve a magyar nemzettel. És hát aztán, hogy mi, kinek a fejében mi volt, hát jó, ilyen kapcsolataink nem voltak. De hogy nem kaptatok közvetlenül nem. Ilyen figyelmeztetést. Nem. Jó, rendben van. Nem, de hát azért azt tudtuk, hogy valahol ezt el kell kezdeni, tehát hogy azért annyira még nem volt szabadság, hogy most ezt akkor mindentől függetlenül, meg valamiféle hozzájárulás, vagy legalább információ átadás a hatalom részére, és hozzájárulás a hatalomtól. Azért ez... elég nagy nevek voltak, akik azért ezt legitimizálták. Igen. Tehát nem akarom itt egyáltalán hősként beállítani magunkat. Nem is, csak ez a korszak még tele van félelemmel. Igen, szóval még nem láttuk. Hát utólag az ember mindig sokkal okosabb, akkor nem láttuk, hogy pontosan mi. Igen. Korányi Lászlóval beszélgetünk, aki a Mazsika alapító, majd később 4 évig elnöke volt, és hogyha ezzel kapcsolatban van élményük ebből a korszakból, vagy a zsidóságnak ebben a 30 éves megélt történelmével, mindarról, amit itt beszélünk, az SMS fal a rendelkezésükre áll a 30-30-30-953-as számon. Várjuk a hozzászólásaikat, folytassuk. Igen, jó. Még úgy meséljek erről, vagy... Tehát... Még mondjuk az egy felemelő élmény volt tényleg, amikor ez megalakult. Ugye, ennek már elég nagy nyilvánossága volt, amikor bejelentették. Igen. Ennek igen, komoly igen, sajtó igen, nyilvánossága volt. Igen. Ez volt az aha. Mi ez? Igen, és ugye ott is már, hogy hol. És akkor helyszínként a Tudományos Akadémia várbeli dísztermébe, ami most már nem tartozik az MTA-hoz, ott alakult meg, ami egy elég nagy terem, de nem fért be a tömeg. Tehát nem tudtuk, hogy hányan. Több mint 1000 ember volt. Hát igen, körülbelül. Azt hiszem, az egy ilyen 5-600 fős terem, de jóval többen jöttek el, és ez mondjuk azért egy nagyon, nagyon felemelő érzés volt, mert ezt nem lehetett tudni, hogy most akkor de hányan jönnek. De hadd kérdezzem meg, és azért is, mert mondod, hogy felemelő érzés is volt, meg az, mert elmesélted az előbb, hogy az RKM beszéltétek meg, hogy azt hogyan kell csinálni. Mi volt tulajdonképpen a cél? Tehát amikor ti 35-40 évesen elhatároztátok 88-ban, hogy ezt létre kell hozni, hogy eljött az idő. Mit akartatok csinálni ezzel? Mi volt a célja, és hogy akartátok ezt a célt elérni? És amúgy hogy látod, hogy sikerült elérni ezt a célt? Hát ugye mondtam így meg te is említetted azt a társadalmi közeget, ahol volt egy ilyen magunkra eszmélés, most ez egy picit mondom az én esetem más, de nagyon sokuk, meg barátaimnál is, hogy mi valamilyen identitást szeretnénk, ami a zsidósághoz kapcsolódik, és tulajdonképpen ennek a megélésére szerettük volna ezt az egyesületet létrehozni, és hát ugye a nevében, hogy ez Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, az azért került bele, mert lehetett volna más neve, és voltak is viták egyébként, hogy ne kulturális legyen, mert hogy ez egy ilyen közéleti, és több, és mindig is kicsit többet akart, mint pusztán a magyarországi zsidó kultúra. Igen, de a Magyar Zsidó Polgári Párt. De nem párt, nem. Tudom, az egyértelmű volt, hogy nem párt. Persze. De mondjuk azért a párt és a kultúrás egyesület között még van néhány. Tehát, hogy jelentősebb közéleti szerepet most már nincs, de úgy abban az időben lett volna. Igen. Úgyhogy ennek akartunk teret adni, és ugyanakkor szerettük volna azt is, hogy
meglegyenek azok a csatornák, amin keresztül hozzájuthatnak emberek, most már nem az illegális, szűkkörű, otthoni és számizdat fórumokon keresztül, tehát hogy ez, ennek teremtsünk helyet. És akkor ebbe persze a kultúra az egy meghatározó, nagyon nehéz is definiálni azt az identitás magát fogalmat. Kulturális, zsidó kulturális identitást, hogy igen, ez mit jelent? Hogy ez mit jelent? Mert ugye a vallási az egyértelmű. A nemzeti az is egyértelmű. És de ez a küzdelem, ez már a kezdetekben is ott volt. Ez nem? Abszolút a zsidó kisebbségi, igen, nemzeti, igen, kisebbségi kezdeményezése, ami rögtön akkor a 90-es évek legelején. Az a 90-es évek legelején, ugye akkor készült az új nemzetiségi törvény, és hát ez óriási és nagyon megosztó vitákat generált a mazsikén belül is. Iszonyú viták voltak, igen. És ugye voltak a mazsikén. De akkor hogy akartátok, nálam, hogy a szabadság, de még visszatérve az előző kérdésre, hogy ezt a kulturális, nehezen meghatározó kulturális identitást ugyanilyen nehezen szerintem meghatározható, de érdekel, hogy ti hogy láttátok, hogy lehet ezt megtartani. Azt, ami úgy nehezen meghatározható, hogy tud ez egy, vagy hogy tudod akkor ez egy olyan dolog lenni, amire azt gondoltátok, hogy hosszú távon egy identitást tud adni azoknak az embereknek, akik. Hogy mi volt a proceeding? Tehát, hogy funk oda jutni? Igen. Ugye, tehát ez az identitás keresés, beszéltük, hogy volt egy hiányérzet az emberekben, valamiféle identitást megtalálni. És ezt ugye felerősítette az, hogy abban az időben lett Magyarországon ugye a többségi vallásokhoz való kapcsolódásnak is egyfajta reneszánsza. Ugye ez nyilván az, akiben volt egy ilyen zsidó ködös identitás keresés, az nem volt egy út. Az sem volt már út, amit egyébként mondjuk Kovács András egyik interjújában mondott valaki, hogy hát az ő családjában ott nem titkolták el, hogy ők zsidó származásúak, de azt mondták, hogy hát kérem szépen, mi nem zsidók vagyunk, mi kommunisták. Ez az identitás. Lassan felszámolódott. Hát az már jóval előbb felszámolódott, tehát az már jó ideje nem létezett. Még a nagyon, mondjuk a szülők oldaláról nagyon hithű kommunista családokban is felszámolódott gyakorlatilag teljes egészében. Tehát itt tényleg volt egy űr. És ugyanakkor ezekben az emberekben egyáltalán nem, és ezért volt ezt a híd dolgot, egyáltalán nem fordult meg a fejükben, hogy ez... Hogy majd ezáltal visszatérnek a vallásos sőt, ebben lehet megúszni, mivel itt vagyunk egy zsidó szervezetben, de nem kell nekünk zsinagógába menni. De mondjuk a hagyományoknak egyfajta megélése, az például része volt ennek. Uh-huh. Ugye, tehát azért a mazsike is... Mondjuk azt, hogy ugye a zsidóságban a hagyományok és a vallás az nagyon szorosan összekapcsolódik. Ugye a cionizmusban azért voltak erre próbálkozások. Igen. Szétválasztani. És akkor ezt a mondatot is ketté választom, mert a hírek után tudjuk Korányi Lászlóval és Köves Lomóval folytatni, mert pontosan 13:30 van, és utána jövünk vissza. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Egy befejezetlen mondat volt a hírek előtt Korányi Lászlótól, a Mazsike alapítójától, volt elnökétől. Egy személyes történetsorozatban vagyunk benne, ugye, mert Köves Lomó avval indította ezt az egész diskurzust, hogy te személyesen, legyen ugye. Legyen egy kicsi személyes, igen. Igen, hogy mint élted meg, miért volt szükség erre az érdekes pillanatban, erre a szervezetre, amely elősegíti a zsidó identitásnak a megerősödést. Persze, anélkül persze, hogy a vallásos életet bárkire is nemhogy rákényszerítse, még csak célnak sem tűzi ki. Tehát lebeg egy zsidó civil szervezet, a Mazsike, ami, és onnan indultunk, hogy neked mit jelentett, és miért kapcsolódtál ebbe bele. Igen, tehát, hogy itt az egy nagyon fontos elem, hogy a kultúra az egy ilyen tágan értelmezett dolog, tehát egyrészt ugye van a klasszikus értelemben vett kultúra, aminél az, hogy magyar zsidó kultúra, ez is egy nehezen definiálható valami, és hogy most valaki zsidóíró, magyar zsidóíró, csak író jelző nélkül, ugye ezekről jó kis vitákat csak lesz. Zsidó jelző nélkül. Vagy csak zsidó jelző csak nélkül. Magyar. Igen. Tehát ezekről jó kis
is vitákat lehet folytatni. De mondjuk, oké, ez egy fontos eleme. De van egy másik, ami a hagyományok része, és hát itt a hírek alatt mondtam, hogy Bazsikétől függetlenül a 80-as évek közepetán, amikor nagypapám meghalt, akkor elkezdtem a saját családomnak, és körülbelül 4-5 baráti családnak ilyen széderestéket tartani, amik hát lényegében, amit én tanultam a nagypapámtól, egy ilyen nagyon igazi ortodox szédereste volt, és ez azóta is megy, tehát ez nem tudom, több mint 30. Lassan 40 éve. Hát igen, 35 éve igen. Simán megy, és az az érdekes, hogy azok a, ugye az egyik az a gyerekek miatt kezdődött, és hogy azok a gyerekek, akik akkoriban születtek, mondjuk így a 80-as évek közepén, második fejében, azok közül most már 2 olyan is van, aki maga tart szédert. Újjáé lett a hagyomány, vagy tovább lett. Folytatódik a hagyomány, és az ő szédereiken egyébként még többen is vannak, mert már az ő gyerekeik is ott vannak, tehát és az ő unokaink is, az ő barátok, tehát ilyen 30-40 fős széderek, utód széderek, már az enyémhez képest. Tehát, hogy ez így egy ilyen hagyomány. Kicsit változott, nem a dolog? Csak én csak azért mondom ezt, mert én javasoltam itt a szünetben, amikor ezt a széder este kezdeményezést említetted, hogy érdemes lenne erről egy kicsit beszélni, hogy milyen identitás választási lehetőségek voltak egyáltalán a 80-as évek végén a magyar zsidók számára, és én is hagyj meséljek el két személyes történetet is. Ugye az édesapám, aki ő nem a te történeted, az ortodox rabbi nagypapával, hanem az a történet, aki elől elhallgatták a zsidóságát, és 10 éves korában tudta meg. Ő életében először 43-4 éves volt, amikor Londonban egy valamilyen üzleti út kapcsán elment egy zsinagógába életében először, és megdöbbent azon, hogy éppen Simchat Tóra volt, a Tóra örömünnepe, hogy a zsidók táncolnak. Most nem csak az volt megdöbbentő, hogy a zsidók táncolnak, hanem még megdöbbentő volt, hogy a zsinagógában táncolnak. És egy nagyon hasonló élmény, amikor én később már Izraelben, Yeshivában, rabbi iskolában tanultam, és a szüleim jöttek meglátogatni, akkor az édesanyám azt mondta, aki ugyanilyen családi háttérrel van, azt mondta, hogy hát ő mindenképp a Lágbaomer-kor akar eljönni. Lágbaomer a legnagyobb ilyen szabadtéri banzáj, ahol ez egy vallási ünnep, amikor emlékezünk egy 2000 évvel ezelőtt meghalt rabbira, de hatalmas buli. És amikor megkérdeztem, hogy miért akart ekkor eljönni, akkor azt mondta, azért, mert egész életében azt gondolta, és az volt a fejében, hogy a zsidók, különösen a vallásos zsidók, és a vallás az valamilyen nagyon zárt, szomorú, titkos, olyan megfoghatatlan, egy sötét, valamilyen dohos épületben, egy kis gyertyafény mellett, és a számára egy felfoghatatlan élmény, hogy ez nincs így. És valahol én most tulajdonképpen provokálom a kérdést, vagy a beszélgetést. Bocsánat, arról, ez érdekes pillanat lett, hogy édesanyád becsöppen egy majdnem 1 milliós tömegbe, ahol mindenki hát táncol és örüljön, és akkora aréna van, hogy az valami örülhet. És hogy a külsőségekben is vallásos emberek teszik ezt. És én csak azt akartam megkérdezni, hogy az, amikor azt mondod, és ezt én is megtapasztaltam, nyilván gyerekfejjel egészen másként, hogy a vallás az nem volt egy identitás lehetőség, vagy nagyon kevesen gondolták azt, hogy az. Az azért volt, mert túl karakteresen teszi zsidóvá az embert, azért volt, mert általában a vallással és a metafizikai kérdésekkel kapcsolatban nagyon szkeptikus volt a kommunizmus, és annak nyilván megvolt a maga hatása a nagyon erősen, a kommunista mozgalmakhoz nagyon erősen kapcsolódó zsidókkal, és mi azok, vagy pedig azért volt, mert pontosan nem volt meg ez az átjárás, mert valahogy az volt, hogy kultúra igen, de azt nem is volt arról tapasztalat, hogy a tradíciót, ami alapvetően mégiscsak a valláshoz kötődik, azt meg lehet anélkül is tartani, hogy nekem háromszor el kell mondanom hogy én Isten hívő vagyok. Igen. Hát ugye kérdéseidben több minden válasz benne volt. Tehát biztos volt egy ilyen hatása a szocialista iskola rendszernek. Mondjuk az én környezetemben még speciálisan, hogy,
hogy ugye én ilyen matek-fizika osztályba jártam, tehát csupa ilyen racionális, kocka szerű ember voltak a barátaim, meg az ő barátaik, akiknek ugye bármiféle ilyen transzcendentális vagy misztikus dolog nagyon távol áll tőlük. Tehát ez is benne volt. Az is benne volt, hogy az a zsinagógai világ, ami mondjuk Magyarországon létezett, és ugye én ezt megtapasztaltam, nagypapámmal sokszor voltam zsinagógában, nagyon nem szerettem ott lenni, mert egy teljesen érthetetlen dolog volt, ahol ráadásul körülbelül én voltam az egyetlen gyerek, vagy volt még egy, és akkor csupa, nem tudom, akkor számomra nagyon öreg embernek tűnt, talán már 60 évesek is elmúltak. Szóval, tehát, hogy egy olyan világ volt, amiben én nem szerettem. Hát ilyen öregnek látszunk mi a gyerekek. Nem szerintem. Szerettem lenni. Nem, hát azért szerintem... Mormolták az óhéber imádságokat. És igen. És ugye én tudtam héberül olvasni, de hát nem... Szóval, egyrészt nem értettem, másrészt meg szóval az egész dolog nagyon-nagyon távol áll tőlem, és nagyon-nagyon taszított mindenféle szempontból, és ezzel többen voltak így, azért sokan elmentek egy-egy zsinagógába, megnézték, és látták, hogy hát ez nem nekik való. Tehát, hogy ezzel most nincs mit kezdeni. Na most mondjuk egy ilyen szédereste, meg aztán csináltunk, az is így a mazsike kapcsán, csináltunk szukott, ünnepséget, azt a Székely Gábor kertjében egyébként azóta is létezik. Időnként mondjuk Rosh Hashanákkor is volt egy-egy ilyen vacsora, ahol úgy lehetett a dologról beszélni, de magyarul érthető nyelven, és kicsit vonzóvá lehetett tenni ezt a dolgot. Tehát, hogy így ezzel a vallási élet, most nem a hit, hanem a vallás élet, az nagyon-nagyon taszító. Nem, szóval nem távol állt, hanem taszító volt. Nagyon sokan elmentek így. Hát, mit tudom én, a Jom Kipurkor, tehát a Kolnidre estén, hát több ezren ott voltak. El is mondta a dohányba főrik rabbi minden egyes alkalommal, körül, hogy na ilyenkor bezzeg eljöttök, mert ez az egyetlen is. Nap, amikor igen, a bűnöket meg lehet bocsátani. De mondjuk ez azért inkább egy társadalmi esemény volt, ahol, ami arra elég volt, hogy megtapasztalják, hogy na jó, ez nem nekem való. Még mindig nem. Még mindig nem, majd egy év múlva megint eljöttek, és megállapították, hogy még mindig nem. De még egy kicsit a mazsikére, most már nagyon elmentünk a személyes irányba, egy kicsit meg a mazsikére visszatérve. Ugye azért a mazsika, amit elkezdett annak idején, van két olyan nagyon fontos kezdeményezése, ami messze túlnőtt. Hát az egyik mindenképpen a mostani mazsike fontosságán, ugye ez a Lauder iskola, ami nagyon hasonló irányzat alapján indult el. Tehát, hogy csináljunk egy zsidó közösségi iskola, ez volt az elnevezés, aminek egyébként a nyugati világban azért, főleg Amerikában vannak mintái, tehát, hogy olyan zsidó iskola, ami nem valamelyik vallási irányzat iskolája, hanem valahogy egy ilyen nem jól definiált, de mégis működtethető módon a zsidó identitásra épül. És ebbe persze benne vannak ezt kezdtem mondani, hogy ez a zsidóságban szétválaszthatatlan a nemzeti és a vallási identitásnak az elemei. Ez az utolsó, hogy a cionizmus idején azért történtek, vagy a cionizmus kezdetén történtek erre próbálkozások, hogy leválasztani, és egyébként még ma is vannak Izraelben olyan baloldali kibucok, amik megpróbálják ezt vallás nélkül átélni a nemzeti identitáshoz való tartozást. Ugyanakkor, ugye ez a nemzeti identitás ez a dolognak a komplexitását jól mutatja, hogy 95%-ban a mazsike tagság, ami akkor azért olyan 2000 fő körül volt, és akkor ennek még a kisugárzása, nagyon-nagyon mereven és durván elutasította azt a kezdeményezést, amiről már beszéltünk, hogy mondjuk a magyarországi zsidóság nemzetiségnek deklarálja magát.
még az is egyébként mondjuk számomra ez már túlságosan intoleráns álláspont, még azt is, hogy mások, tehát hogy aki ezzel egyetért, hogy azok se nyilvánítsák magukat nemzetiségi alapon, mert az az egész zsidóságot megbélyegzi, tehát hogy ezt valamiféle árulásnak fogták föl. De ezt inkább a mazsihisz volt, amelyik az akkori mazsihisz lobbizott az ellen, hogy mások se csinálják. A mazsihisz is lobbizott, ő mondjuk inkább ilyen hatalompolitikai szempontból, de a nem... A mazsika inkább meggyőződésből? A mazsike pedig nem, a mazsikében is óriási viták voltak, tehát az elnökség majdnem szétszakadt e körül, mert voltak, akik nagyon a nemzetiségi jelentkezés mellett voltak, ugye ezt be kellett jelentkezni 1000 aláírással erre a státuszra, tehát voltak, akik nagyon emellett, voltak, akik nagyon ellene, de tényleg az emberek, szóval én nagyon sok ilyen vitán részt vettem, és őszintén úgy érezték, hogy de azok se csinálják, mert ezzel minket fognak rosszabb helyzetbe hozni. Mm-hmm. És ezek valós félelmek. Még egy műsort. Szerintem erről muszáj lenne beszélni. Kétszer is fölmerült, mert utána bizony. Egyszer volt 2005 környékén megint egy kezdeményezés, amikor újra emlékszel a igen. Szentendrei csoportra. Igen. Azt hiszem, hogy a Deák Gábor mind a kettőben. Mind a kettőben, ő ennek nagy szószólója volt. És hát a másik, amit mondtam, hogy két fontos dolgot azért létrehozott a mazsike, a másik a Szombat című újság, ami megint sok vitát generál, persze mai napig a működése, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szerepet tölt be a magyar zsidó közéletben. Hát önmagában, hogy elkezdte a zsidóságot a nyilvánosságba igen. formálisan is beemelni, azt szerintem egy fontos igen, előrelépés igen. volt. És mondjuk a Lauder iskola meg azt gondolom, hogy sokszorosan bizonyított, hogy azért egy ilyennek a magyar zsidóság zsidó közéletben abszolút van létjogosultsága, és ráadásul még egy jó iskola is, tehát hogy nagyon sok nem zsidó küldi oda a gyerekét, pusztán azért, mert egy jó szellemiségű iskola. Gondoltatok-e arra, hogy a mazsika megalakulásával, és különösen, hogy két komoly manifest van, a Lauder iskola és a Szombat folyóirat, hogy ez választási lehetőséget ad a Magyarországon élő bármely zsidónak, hogy ebbe beírathatja a gyerekét, olvashatja ezt a lapot, nincs többé szégyenkezve, pironkóva kimondva a zsidó szó, hanem a mindennapok diskurzusává válik, ezért neki is könnyebb dönteni, hogy mennyi köze van hozzá az életében, meddig akar közeledni akár a vallásossághoz, akár csak a tudományos vagy a kulturális szekvenciákhoz. Hogy erre számítottatok, hogy ennek ilyen hatása van? Tehát volt ilyen tudatos tervezés ebben? Hogyne, hát ez volt a célja az egész, egész egyesületnek. Mert én a következményéből fejtettem hát vissza. Tehát, hogy az iskola az igen. egy abszolút fontos cél volt már az első pillanattól kezdve, és ugye ott volt a Várhegyi Gyuri, akinek a nevét azért mindenképpen el kell mondani, aki rengeteget tett ennek érdekében, és volt egy olyan nemzetközi helyzet, amikor meg lehetett találni egy Laudert, aki ezt finanszírozta. Igen, úgyhogy tehát, hogy és hát a folyóirat az meg egy trivialitás volt, hát arra szükség van, és ez, hogy tudatosan, hogy ez ne egy belső hírlevél legyen, egyébként az is van, azóta is létezik a mazsike hírlevele, hanem ez egy igazi társadalmi kérdéseket boncolgató, és azért az irodalomnak is kicsit teret adó nívós folyóirat legyen, és ezek abszolút tudatos elemei voltak a mazsike építkezésének. És akkor volt még egy tudatos eleme, ami egy picit később került bele. Ugye volt egy ilyen mazsihisz, mazsike szembenállás, különösen az elején a mazsike az úgy érezte a mazsihisz, hogy ellene van, talán nem is teljesen alaptalanul, és akkor behoztunk egy olyan gondolatot, amit nem sikerült végül is, vagy csak nagyon kis mértékben megvalósítani, ami
ami nagyon sok helyen működik, vagy jó néhány helyen működik a világban, hogy legyen valamiféle ernyőszervezete a magyarországi zsidó szervezeteknek és egyházaknak, most nevezzük az Egyszerűség kedvére egyháznak, persze nincs zsidó egyház, de tehát a különböző vallási irány... Sok ház. Igen, sok ház van. A különböző vallási irányzatok és a különböző kulturális, nemzeti, stb. Irányzatoknak a valamilyen szempontból fontos képviselői próbáljanak valamiféle közös fórumot létrehozni. Ez különösen akkor vált nagyon élessé, két momentum volt, ugye amikor az első Antal kormány idején hát akkor úgy éreztük, hogy itt elszabadulóban van az antiszemitizmus. Igazából inkább azt mondanám, hogy felkészületlenek voltunk arra, hogy mit jelent egy szabad társadalom, hogy ott nem csak azok... Van szólásszabadság. Nem csak azok jelennek meg, akik nekünk szimpatikusak, hanem azok is, akik nagyon nem szimpatikusak. Tehát, hogy ez volt az egyik momentum, a másik pedig így a kárpótlási ügyek kapcsán, ahol meg azt gondoltuk, hogy semmiképpen se fogadható el, hogy mondjuk a magyarországi zsidóság 5-10%-át jó esetben lefedő vallási szervezet döntsön és rendelkezzen arról a kárpótlásról, amit azért adtak, ami minden zsidó szenvedését próbálta. Nem csak a vallási kötődésre, hanem még a kikeresztelkedettek. És akkor volt az ötlet. És akkor ez volt az ötlet, ebből egy kicsi elem megvalósult, hogy a Mazsök kuratóriuma az végül is egy kicsit egy ilyen ernyőszervezet szerű jött létre. Mondjuk el a hallgatónak, mert ezek ilyen... Ez a Magyar Zsidó Örökség közalapítvány. Állami, a mindenkori kormány által működtetett közalapítvány. Igen, ez egyébként a párizsi békeszerződés alapján Magyarországra rót és 97-ig nem teljesített kötelezettséget a magyar kormány végül is elkezdte teljesíteni, és ennek a finanszírozásnak a felhasználását egy olyan kuratórium mondjuk vezeti, amelyik nem csak a mazsihiszből áll, de a mazsihisztek olyan többsége van, hogy gyakorlatilag a többi szervezetnek nincs valódi beleszólása. Szimbolikusan ott ülnek, de... A lényeg az, hogy valami hasonló, de nem ezt képzeltétek el. De nem ezt képzeltük el, az nem valósult meg. Jó. Ha megengeded, csak ugye itt két érdekesség, vagy három érdekesség volt abban, volt nekem érdekes abban, amit most mondtál az utolsó pár percben. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy amikor elkezdtetek építkezni, akkor itt két dolgot emeltnél ki, most a harmadikot azt pillanatra hagyjuk, az egyik ugye az iskola, a másik pedig a Szombat folyóirat. És ugye akkor ez egy olyan a mai zsidó közéletben is aktuális kérdést tesz az asztalra, hogy mi az, amitől egy zsidó élet valódi életté válik, attól, hogy van rá igény, vagy attól, hogy vannak intézményei, hogy van egy intézményrendszere. Ugye megjelent amúgy különben pont a Szombatban, és ez ezért érdekes, mert ez így most fából faskarika lesz, pont a Szombatban megjelent egy pár cikk az elmúlt 2-3 évben, mert részben amúgy az emiket kritizálva, részben meg ugye általában a zsidó közéletet, hogy hát épülnek a zsinagógák, épülnek az intézmények, de mindegyik üres, ami mondjuk tényszerűen nem igaz. Minthogyha az infrastruktúra építés az egy valamilyen leválasztható folyamat lenne az igény megteremtésétől. És számomra ez azért egy érdekes kérdés, mert én meg azt látom, hogy az egyik oldalról a 90-es évek, ha össze kell hasonlítani a 90-es évek elejét, vagy 80-as évek végét, inkább a 90-es évek elejére emlékszem, meg a mai zsidó életet, akkor ugye az a paradox helyzet, hogy a 90-es évek elején volt valóban egy nagy fellángolás, amikor sok ezer ember tényleg nagyon lelkesen akart valamiben, amitben maga se tudta részt venni, szóval nem volt, hol ez megtapadjon. Mert nem volt infrastruktúra. Volt persze a MIOK, majd később ennek az utódszervezete, a mazsihisz, de ez valahogy nem tudta megtapasztani ezt a közeget. Most pedig az elmúlt 10-15 évben egy nagyon komoly infrastruktúrális fejlődésen ment keresztül sok is, viszonylag sokak szerint túl sok, de mindenképpen sok iskola, zsinagóga felújítások, és még a kulturális életben is zsidó színház,
több folyóirat, internetes folyóirat, ahol van, ami meg tudja tapasztani ezt a, ezt össze tudja fogni valahogy, össze tudja egy valamivé, meg tudja tapasztani az érdeklődőket. Közben persze nagyon sok minden másokból kifolyólag ez a lelkesedés már nem olyan nagy, mint korábban volt, de mégiscsak ez az a mozgató erő, amivel a zsidóság mégiscsak úgy intézményesült nagyon sok színben és nagyon sok félén, hál' Istennek, az elmúlt 30 évben, és itt akkor egy kérdés felét, hogyha most azt mondanánk, hogy visszamegyünk az időben, vissza a jövőbe, és azt mondanád, hogy ott vagy 1988 novemberében, megalapítjátok az első zsidó civil szervezetet, és elképzeled, hogy milyen lesz 30 év múlva zsidónak lenni Magyarországon, akkor mit képzeltél el, ha egyáltalán elképzeltél valamit, és miben más ma a helyzet ahhoz képest, amit elképzeltél? No, Korányi László. Hát az ember 30 évben nem szokott gondolkodni, de bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy megvalósultak dolgok. Tehát, hogy azért megváltozott, tényleg ezt sokszor elfelejtjük, nagyon megváltozott az a közeg, amiben ma Magyarországon zsidónak lehet lenni. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy sokféle választási lehetőség van, és ezek mondjuk valamilyen szempontból valós lehetőségek, tehát ez mindenképpen én egy pozitív dolognak érzem. Ugyanakkor azt meg olyan elszomorítónak, hogy hát ezek a belviszályok, meg a hatalom és befolyásért folyó küzdelem, ez nem változott meg, de hát ez valószínűleg ez így az emberi természetnek is a része, tehát hogy igen, szóval ez a demokráciának ez egy fontos eleme, hogy igen, nem mértünk mindenbe egyet, és akkor ezt úgy ki is tudjuk fejezni. És mondjuk az a, ugye ez a építkezés kontra, hát lelkesedés. Ilyen számítógépes ember vagyok, tehát hogy a hardware és a software viszonya. Én azt gondolom, hogy hát egyik nem létezik a másik nélkül, tehát hogy ezek úgy együtt tudnak fejlődni, tehát most nem akarom túlfeszíteni ezt a hasonlatot, de hát hogyha nincs egy hardware, amin a szoftvert lehet futtatni, akkor hiába írnak meg csodálatos programokat. Ha meg nincsenek programok, akkor a hardware semmit sem ér, és akkor ez valahogy ezeknek egy kölcsönhatása kell, hogy működjön, és hát mint minden úgy az életben, nem akarok ilyen nagy életbölcsességet mondani, de szóval, hogy az arányokon múlik, tehát hogy mire mennyi energiát fordítunk. Mert sajnos azért ezek a beruházások, hát egyrészt ugye mindenki szeret építeni, mert az látjuk ma az országban a EU-s pénzek felhasználását, mondjuk egy szép példa, hogy hát azt lehet mutogatni, amiben ott van a kő meg a beton. És akkor hát a szoftver az sose olyan látványos, meg kicsit lassabban jönnek ki az eredmények belőle, hogy azért az mégiscsak jó valamire. Tehát, hogy igen, szóval, hogy az arányok a kérdés. Akkor végszóljon, sajnos végére érünk a mai műsorunknak. A kőbeton helyett azért én még felhoznék valamit, és ez részben talán válaszlomó felvetésére. Soha ennyi könyv, magyarul is, nem állt rendelkezésre, ha valaki meg akar ismerkedni a zsidó kultúrával, a zsidó történelem, a zsidó vallással, a Tórával, a Talmuddal és a többi. Soha ennyi fórum lehetőség, hogy elmenjen, vagy akár egy internetes közvetítésen egy beszélgetést meghallgasson erről. A nagy kérdés is erről, legyen egyszer egy műsor, hogy legyen ez a búcsú mondatom, hogy ha Magyarországon igaz az, hogy körülbelül 100 000-esre tehető a magát valamilyen módon zsidónak valló ember, akkor ebből a 100 000-ből vajon hány az, aki egyszer-kétszer megfordul egy kulturális központban, legyen ez egy Bálintház vagy bármi, megnéz egy széderestét, elolvas egy ide vonatkozó könyvet, és úgy egyáltalán. Ez egy nagyon érdekes dolog. Csak hogy röviden, én nagyon sokat gondolkodom, és viszonylag sok tapasztalatom is van. Én úgy számolok, hogy körülbelül 15-20 000 ember lehet az, akinek valamilyen aktív szerepet játszik a zsidóság az életében. Ez lehet az, hogy mondjuk egy zsidó hírportált olvas rendszeresen, de ez a szám szerintem ez ott van.
Nem tudom, Laci, te hogy látod. Igen, én is most közben elkezdtem gondolkozni, meg én is azért ezen úgy szoktam gondolkozni. Igen, tehát ez mondjuk egy ilyen reális szám, hogyha ha tényleg kicsit megengedőbbek vagyunk, tehát hogy mondjuk már egy zsidó hírportál is. Az már egy döntés. Igen, igen. Hát ez olyan, mint hogyha 30 éve ezelőtt a Szombatot rendszeresen megvette. Igen, hát igen. És indultatok 2000-es taglétszámmal 88 novemberében a Mazsikéval. Korányi Lászlót, a Mazsiké alapítóját, volt elnökét hallottuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köves Lovóval együtt búcsúzunk. Munkatársam volt a szerkesztő Jávor Dénes, a technikai munkatárs pedig Józsa Péter. Hát és egy hét múlva is. Köszönjük, Majré. Köszönjük szépen. Csak semmi Majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi Majré.